A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Szeretettel üdvözlünk mindenkit a harmadik Canon Productions nyílt napon, itt az első nap délutáni etapján. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, azt meg főleg, hogy kvázi teleültétek a mi kis termünket. Na most, a két csatornán, a Check Engine-en és az Amon Liveren ugye az autózásnak egy elég nagy szeretét lefedjük, de az mind a kettőben közös, hogy imádjuk a műszaki tartalmakat. És bár sokan azt hiszik, hogy az autó az a motortól lesz gyors, de egy hamarosan megjelenő videóban azt mondta Reznyák Tóbi a Dalis Motorsport részéről, hogy az autó valójában a futóműtől lesz gyors. Úgyhogy most erről fogunk beszélni. Vendégünk Ágó Béla, akit ismerhettek a Total Car erőmérő sorozatából, és újabban nálunk az Eskügyári című tuning autó értékelős, kritizálós, megszakértős műsorból. Civilben ő amúgy járműmérnök, valamint időnként Formula 1-es gépárt vevő, technikai ellenőr. Na de, a lényeg, hogy az elkövetkező nagyjából 50 perc, 1 óra erről fog szólni. Nem szégyen kérdezni, tehát hogyha bárki azt érzi, hogy valamit nem ért, vagy valamilyen fogalommal nincs tisztelve, nyugodtan tegye fel a kezét, amennyiben a kábel engedi, még a mikrofont is oda viszem, és egész nyugodtan kérdezzetek, tegyetek hozzá, ha valakinek van egy jó sztoria, nyilván azt is szívesen várjuk. És akkor most átadnám a szót Bélának. Felütésnek még talán annyit, hogy egy tökéletes világban, ahol a fizika nem működik, a keréknek mindig a teljes felülete érintkezne az úttal, és valahogy ezt kéne elérnünk, hogy mindig közel legyünk ehhez. Így van, ez a célja. Sziasztok! Akit eddig hallottatok, az pedig Sóc Antal volt, akivel tényleg együtt csináljuk ezt az eskügyári sorozatot, amiben próbaadások voltak eddig. Tehát három adást megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan tetszik. Úgy látszik, van rá kereslet. Köszönjük nektek, hogy kommentelitek, nézitek. Gondolom van köztetek olyan, aki akár írt is oda egy-két dolgot. Nagyon jó, hogy kapunk visszajelzést, bármilyen irányú örömmel veszük, és megpróbáljuk ezt annak megfelelően alakítani. Bocsánat, le van tűzve a következő forgatási időpont, úgyhogy szeptember elején jönnek a következő részek. Így igaz. Gondolom, hasonlóan izgalmas autóval nekem azok, gondoljuk, hogy nektek is azok lesznek, hiszen azért csináljuk, hogy nektek tetszen a szórakoztatás a cél, úgy, hogy megpróbálunk ismeretet átadni, mint ahogy most is a futóművekkel kapcsolatban. Két alapvető megoldással készültünk, egy picit kell arról beszélnünk, hogy mik az alapok. Fogalmam sincs, hogy ti mennyire jók vagytok ebben a témában, a futómű és a felfüggesztés témában. Úgyhogy egy picit kell beszélni az alapokról. Van, aki már mosolyog, kettő olyat találtam, aki már biztos a PhD-jára készül, a PhD-jére a futómű témából, de se baj, hát ha találunk itt közösen valamit. Tehát van egy ilyen klasszikus futóműhünk, amit mindenki talán felismer, ez egy McPherson, igen. Mert tényleg melyik a klasszikus? Valóban az sokkal régebbi, a kettős keresztlengőkaros őskori, illetve a kicsit modernebb McPherson felfüggesztés, ez pedig egy Suzuki Swiftből származik. Mi meglepő. És miért szeretjük ezt a futóművet? Miért szeretjük? Szeretjük? Szeretjük, mert egyszerű és olcsó, tehát ha nagyon ki kell cserélni a szilenteket, akkor itt van belőle kettő, meg esetleg egy toronycsapány. Hát egy dupla keresztlengőkarnál, vagy négy lengőkarnál, ott aztán mélyen zsebben nyúlhatunk, ha alkatrészeket kell cserélni. Így van. Viszont az utcán futó autóknak nagyjából a 90-95%-ával ilyennel fogtok találkozni elől, és egy még egyszerűbb csatolt híddal hátul. Ezzel most nem foglalkozunk, mert akkor itt ülnénk még holnap reggel is. De Béla, mik azok az alapvető feladatok, amit egy futóműnek el kell látnia? Mert oké, ülünk az autóban, pokol rosszak az utak, és hihetik a fogtövésünk. Valamit ezen a futóműnek mentenie kéne, de azért ennél többről van szó. Nem felejtjük el azt, hogy a futómű az elsősorban arra való, hogy megvezesse a kereket. Nem a rúgó és a lengéssillapító a futómű, az a felfüggesztés része. Tehát amikor a futóműről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a kerék hogyan van megvezetve, tehát szeretnénk, ha jól futnak. Régen a merevhídben ez viszonylag egyszerű volt, ott össze volt kötve a két kerék és mehetünk előre. Viszont amikor már eljutunk ide, hogy van egy kormányzott első felfüggesztésünk, független felfüggesztés, tehát külön van a két
oldal teljesen egymástól független, akkor csak azt a néhány alapfogalmat tisztába kell tennünk, ami létezik. Először is ugye van egy kerékbővés. Az arról szól, hogy a kerekünk, itt most van egy felni, hogy ez a kerék a talajhoz képest milyen szögben áll. Ezzel nyilván nem mondok újdonságot, de nagyon fontos. Miért is volt szükség a kerékbővésre? Nagyjából azért volt szükség, mert a lovacsapágya közben a technikus folyamatosan játszik, és szerintem nem előre haladunk. Így jó. Most jó, most igen. Jó. Most jó. Na, akkor újra van valami hang. Egy kicsit magasabb talán nem lesz rá. Szóval a kerékülés az arra azért volt szükség, mert a kerékcsapágyak, amiket alkalmaztak, azoknak volt egy pici holtjátéka, nem voltak pontos illesztésűek, mint manapság. Nyilván egy kúgörgős csapágyat nem is lehet, igen, mint például lehet, egy kúgörgős csapágyat nem is szabad meghúzni, hiszen a hőtágulást nem tudná kezelni. Ezért, hogy az autó ne támolyogjon az úton, a kereket megdöltötték pozitív kerékbőléssel, és ezáltal a csapágy elő lett feszítve. A csapágy előfeszítés azt jelentette, hogy most már a hézagasz mindig befeszült, tudtuk azt, hogy a kerék így áll. Ha ez megtörtént, akkor itt fontos megemlítenünk, hogy van egy olyan összetevőnk, hogy összetartás. Ez nagyon szép neve és nagyon jó rímelt. Az azt jelenti, hogy a két kerék fölülnézetben egymáshoz képest milyen szöget zár le. Párhuzamos, összetartó vagy széttartó. Van most itt nekem egy remek jó segítségem. Megkérhetlek téged egy pici segítségre? Toljuk ezt odébb egy picit. Merre szeretnél jönni? Feléd. Csak azt told el, jó? Úgy. Téged arra kérlek meg, hogy én hoztam ide egy ilyen vizet. Gyere föl ide, légy szíves. Megtudhatom a nevedet? Arnold. Itt van ez a víz. Ez egy henger, ez egy olyan, mint egy kerék. Odaadom ezt neked, ha itt elkezded gurítani, akkor ez merre fog gurulni, ha magától meglendíted? Mit gondolom? Fogok. Sele? Ha így előre elkezdem így gurítani, akkor mit történik? Megy előre. Próbáljuk ki. Rögj meg. Nem ez az igazán érdekes. Ugye egyenesen megy. Az igazán érdekes az, hogyha megdöntjük ezt a kereket, mint ezt a poharat, ez egy kúp, ez egy kicsit meg van döntve, itt van most ez a pohár. Lök meg ezt is, de előtte mondd el nekem, mit tippelsz, mi fog történni? Merre fog gurulni? Hova megy majd ez a pohár? Oda. Így van, nagyon ügyes vagy. Merre? Jobbra, ugye? Igen. Próbáljuk ki. Így van. Ez történik akkor, ha megdöntöttünk egy kereket, az a szegény kerék elkezd kanyarodni. Nagyon ügyes vagy, és ezért kapsz tőlem egy ilyen gurit. Egészségedre. Így van, tehát ő ezt tudta, megtippelte, hogy amikor megdöntünk egy kereket, akkor az mindig a megdöntés irányába megy, hogyha a másik oldalt is belevesszük, akkor a jobb oldali keréknek ugyanúgy, ha van egy negatív dőlése, ha nagy leszek, szlalom versenyző leszek, ilyen reflexekkel. Vagyis az a szegény kerék mindig surlódni fog. Tehát ha adunk valamilyen összetartást, akkor a kerekek nem egyenesen akarnak, vagy dőlést, akkor nem egyenesen akarnak menni. Ennek a kompenzálására van az, hogyha megdöntünk egy kereket, akkor széttartást vagy összetartást alkalmazunk. Ha a régi iskola szerint ez a kerék pozitív dőléssel van, tehát a teteje kijebb van, akkor az a kerék, ugyanúgy a kúp ment volna, az elindul kifelé, ezért egy pici összetartást alkalmazunk. Nem véletlen ez a párosítás, hogy a dőlés, amit régen dőlés volt, ahhoz összetartás szó párosul. Amikor viszont manapság már negatív kerékdőlést alkalmazunk, attól negatív, hogy az alja kijebb van, akkor ezeknek a kerekeknek, ugye, ahogy itt az előbb szemléltettük, tehát ha negatív dőlés van, akkor kifelé akar menni, ugye egyértelműen, hogyha negatív dőlés van, összefelé akar menni, akkor viszont ezt is kompenzálnunk kell, és ezt egy jó kis széttartással tudjuk megállapítani, vagy megoldani, hogy ne ide középre fusson, hanem próbáljon meg egyenesen haladni. Nagyon egyszerű dolog, de mindig a fejbe kell tartani, hogy ezért van az összetartás, széttartás, illetve a kerékdőlés. És most még csak egyenesen mentünk. Az összes dolog változik, ha kanyarodik az autó. Erre most nem térünk ki.
Következő szempont, még el is fordítjuk mondjuk 90 fokkal ezt a modellt, amit sokszor hallunk arról, hogy utánfutás. Meg tudja valaki mondani, szintén ajándékért, hogy mi az az utánfutás? Igen, ti voltatok a legbátrabbak eddig. Nem. Valaki biztos meg tudja mondani az utánfutás. No, igen, volt, hallgatok. Hát, hogy a... Itt demonstráció lesz. Szemléltethetsz is. Szemléltethetsz, igen. Szóval a legnagyobb csillapítónak van egy tengelye, és... Nagyon jó hangja van. Igen. Szóval a legnagyobb csillapítónak van egy tengelye, ami valahol találkozik az aszfalton, illetve van egy a... talán a legnagyobb csillapító teteje, és a gumi, ahol találkozik az aszfalton. És a kettő közti különbség adja meg, hogy ez utánfutás, mekkora mértékű. El tudjuk törni félbe? Valami kimaradt. Félig jó, félig nagyon jó, de azért mindenképp a vállalkozó szellemet azt így van. Nagyon hasonló, és ezen érdemes egy kicsit elgondolkozni, az utánfutáshoz az a távolság a talajon, és hogyha valaki ide néz, akkor azt itt meg is lehetett volna látni, próbáltam ide felelésni, ami valóban ennek a toronycsapágnak nagyjából pontosítva a kerék, elfordulás, elkormányzás kori tengege, tehát ez a pont meg itt belül ez a gömbcsukló, az, ahol a talajt metszi a Földön, ezt próbáltam itt szemléltetni, és a kerék középvonala, ahol a talajt érti, a közötti távolság. Tehát ez az utánfutás. Az a szög, amit ez a talajra talajjal bezár, tehát ez a nagy szög, ez pedig a csap hátradőlés. Tehát ez a szög, ez a csap hátradőlés. A kettő nem összekeverendő, mert ha ide néztek a rajzra, akkor könnyen el lehet azt érni, hogy ezt a gólyalábat elkezdem hátravinni, akkor az utánfutás csökken, de a csap hátradőlés az változatlan. Vagy fordítva, ha ezt elkezdem úgy emelni, hogy ez a pont itt maradjon, tehát fordítom így előre, akkor megmaradt az utánfutás, de a csap hátradőlés pedig elkezd csökkenni. Tehát mind a kettőben van lehetőség, mind a kettőben lehet játszani, de nem kell összekeverni a kettő. Ennek az egy olyan jelentősége, mint a zsúrkocsinál, vagy a betegágynál, amire azok a kis kerekek vannak, hogy hogyan fut ez egyenesen, mennyire áll be egyenesbe ez a kerék, azt az a távolság határozza meg. A szögekből a szempontból nem fontos, hanem az a távolság. Vegyétek példának a bringákat, a különböző bringákat, és hol is egy szakértő bringaiben. Nem bringaiben nyilatkoznék meg, hanem inkább arról beszélj, hogy azok az érzetek, amivel mindenki találkozik, biztos vezetetek olyan autót, ami szívesebben akart egyenesen menni, vagy például kanyar után nagyobb erővel térítette vissza középre a kormányát. Akkor ez a két hatás, úgymond, ez hogyan áll össze ezekből a két értékből, a csapágyra nőrésből és az utánfutásból? Melyik növelésével érjük el melyiket? Így még jobban látszik. Tehát az a szög, amit itt bezárunk, hogy itt van egy gömbcsuklók és az döpi a talaj, minél nagyobb ez a távolság, annál jobban visszatér egyenesbe. Ha ez a szög kicsi, megmondjuk, elmászolt a torony, mert egy kicsit rohadt volt, vagy bármi, rosszul lett benne, akkor a torony csapát. Néhány esetben ezt is el lehet hibázni. Akkor azt éled el, hogy ha ez a távolság kisebb, akkor olyan bizonytalan lesz az autó. Nem megy egyenesen. Azt érzed, hogy olyan kicsi kormányerővel már fordul az autó, hogy ez, érzed, hogy valami bizonytalanság van benne, ekkor történik ez. Ha ezt elkezded növelni, tehát ez viszi hátra a tornyot, mert állítható, mert bármi miatt, akkor pedig ez az érték növekszik. Nagyobb is lesz a kormányerő, de könnyebb lesz a visszatérés, és stabilabbnak, jobb egyenes futásunknak érzed az autót. Kompromisszumok? Kompromisszum? Hát nyilván a nagyobb csapáradülés az egyenes futást azt annyiban javítja, hogy a kormányerő ott azért kicsit nagyobb terhelés lesz itt a gömbcsuklón, a kormány gömbcsukló magán a kormányművön, minden jobban dolgozik, de ettől függetlenül ezt általában a rendszerek még elbírják. Ez azt hiszem az egyik fontos dolog.
fordítsunk még egy 90 fokot abba az irányba például, így van, és még egy elem van, amit azt gondolom meg kell említeni, hogy ennek a teteje, meg ennek ez a pult, ami a bőrcsukló a futóműben, azt is össze lehet kötni, ez az elfordulás, elkormányzási tengely, ezt is ebben a nézetben, ahonnan ti nézitek, tehát előről, hogy hátulról, teljesen mindegy, ez a szög, amit bezár a függőlegessel, ugye ez a csaptelepesztés értéke. Ezt azért alkalmazzák, hogy amikor a keréken az erő a talajon ébred, bármilyen hajtóerő, fékezőerő, és az elkormányzásnak az ereje, az minél közelebb legyen egymáshoz, könnyű legyen ezt csinálni, és ha belegondolunk abba, hogy amikor fékezünk, a gumin ébred az erő, ez az egész szerkezetet megpróbálná elfordítani. Ezen a forgástengely mentén megpróbálja elfordítani. Ha elkezdünk pogácsázni az autót, ami egy következő népszerű tuning lépés, akkor mintha antit eltolnánk még oda egy fél méterre, akkor sokkal ugyanolyan fénykerő, nagyobb távolságra, sokkal nagyobb nyomatékot fog eredményezni, tehát ezt a szegény kis összekötő sokkal jobban nyomja. Ez még nem baj, talán túl fogja ezt élni, de ami ezzel együtt jár, hogyha a két oldal nem egyforma, akkor sokkal jobban kiszedi a kezedből a kormány, hiszen az egész erő megpróbál a másik oldalra egyensúlyban lenni, de nincs, mert a másik oldalon kevésbé tapad, vagy kanyarodsz, eleve nincs annyi szorító erő a talaj meg a gumi között, ezért megint csak azt nézed, hogy ki akarja tépni fékezéskor a kezedből a kormányt. De nem kell ehhez feltétlenül... Adok neked egy mikrofont! Nem kell ehhez feltétlenül nyomtával varázsolni, elég, hogyha felteszel egy kisebb eltérő felvét. Tehát, hogy a felni választásnál is nagyon oda kell figyelni, mert olyan lesz az autót, hogy kitépi a kezedből a kormányt. Ez így van, esztétikában nem vitatkozunk, tehát legtöbbször az a kis eltérő felni, vagy nullás, az nagyon jól néz ki, ez nem is kérdés. Egy merev tengelyes hátsó futóműnél nagyon kevés hatása van, a csapágyak terjedése nagyobb lesz, de nem fog ilyen hatást elérni. Itt elő nagyon meg kell ezt gondolni, hogy mennyire váltok bele, hogy belerabjátok-e azt a 20-30-40 mm-es szélesítést, azok felül, hogy növekszik a csapágyak terjedése, ezt talán még ki fogja bírni, mert nem 200 ezer lesz az élettartama, hanem mondjuk csak 100 ezer. Azon kívül természetesen ez a hatás fokozott lesz, hogy nyomja, ki akarja szakítani a kezedből a kormányt, hogyha nem egyforma a két oldal tapadása. Én azt hiszem, igen, és akkor még mi van akkor, amikor megültetjük az autót? Mert hát én is szeretem ültetni, mindenki szereti az autóját egyedivé varázsolni, például ültetéssel. Na most ennek két módja van, az egyik a paraszt módszer, ahogy én csinálom, akkor azt csináljuk, hogy itt van ugye a rugóm. Látjátok ezt a rugótányért, és azt fogom, hogy a rugót elvágjuk. Ide kerül az autó nulla pontban, amikor áll a talajon, akkor rövidebb lett a rugó. És van egy erős emberünk, aki ezt fölhúzza, így van. Nem értem. Akkor itt egy rövidebb rugót kapunk. Mi ennek a legfőbb problémája? Mi történik ilyenkor, ha ezt a rugót elvágtuk, és az autót leültetjük, szép lesz, gyönyörű, és közelebb kerültük ide. Mivel jár ez? Igen. Kirugózáskor kiugorott a helyéről a rugó, ott tagul, és igazából összetűnjön az autó. Ez egy nagyon jó válasz, nem erre gondoltam, de ez egy valóban fellépő probléma. Ez is egyik hozadéka. Ez ellen lehet tenni, de van ennél egy sokkal nagyobb probléma, mégpedig... Hoppad. Itt tartunk, igen. Hoppad. Vagyis az mit jelent? Hát, hogyha olyan az út viszony, és nagy sebesség van, akkor dobja egy hajt, hogy hoppadtunk is, hogy tönkepedj. Tökéletes, de ezt tudnánk pontosítani, így van, erről van szó, hogy azt csináltuk, hogy elvágtuk a rugót, följebb vittük a nulla pontot, és a szegény autónak, szegény keréknek sokkal kisebb útja maradt arra, hogy berugózzon. Sokszor itt még van egy kombirugó, egy pump stop, egy ütközés határoló, és ekkor az történik, hogy amikor jön az úton egy csatorna felé, vagy bármilyen útgerjesztés, akkor így, mint egy nagy erős anti, ide fölmegy a kerék, ekkor megnyomja a karosszériát, fölemeli, ami még annyira nagy baj nem lenne, de a következő pillanatban, amikor átmentünk ezen a huplin, akkor a kerék
nem fog leérni, hiszen fölemelte az egész autót, följebb emelte, nem csak a kerékjárt az úthibákon, hanem megemelte a karosszériát, és elveszítjük a keréken az összes tapadást, hiszen levegőben emelkedik. Emellett koppan, tönkreteszi ezt az mindent. Ez az egyik módja az ütetésnek. Nem tudom, tapasztalatok-e már olyat, hogy akinek van a műszerfalon ABS visszajelző, hogyha rossz minőségű úton fékeztek, akkor már nagyon kis fékhatásra is elkezd villogni, és úgy érzed, mintha az autó alatt lebegne a kereke. Na, az ezért van, mert egyszerűen nem érsz az úthoz. Szó. Ez a működő mikrofon. Ez nem működik? Ez a nem működő mikrofon. Ja, akkor lehet, hogy azért nem használjuk. Igen. Így van, ez volt a egyszerű módszer. Én is csináltam, mindenki csinált, lehet boltba venni 20-40-50 mm-es ültetőkészletet. Azt mondom, nem a magyar útviszonyokra való. Tehát van ennek lehetősége, lehet, hogy egy versenypályán ez még használható, de azokon a utakon, amelyiken mi járunk, ott ez a megoldás egyáltalán nem jó. És jön a kicsit profi megoldás. Itt van ez a négy csavar, talán láttátok az eskügyári utolsó négy csavar, amiből három tartja az egészet, egy meg ez. Az eskügyári utolsó részében egy Swift volt, aminek a tornyát, tehát a lengéscsillapító és a lugó felső lekötését följebb vittük. Tehát az egész szerkezetet, mintha ezt kiszerelném ezt a három csavart, ehhez a felső részhez rögzítem, akkor azt csináltuk, hogy ezzel a 15 centivel följebb emeltük ezt a gólyalábot, lengéscsillapító egységet, ezzel együtt ugye a karosszéria lejjebb került, a kerék ugyanott van a talajhoz képest, de nem vettünk el semmit a berugózásból. Tehát a kerék ugyanolyan rugóval, ugyanolyan lengéscsillapítóval továbbra is kényelmesen tud rugózni. Nyilván ezt akkor lehet megtenni, ha kellően nagy a kerékjárat, meg mondjuk nem itt van a motorháztető, mert nagyon sok esetben erre nincs lehetőség. Ott ő meg tudta tenni azt, hogy például ennek a csavarnak lyukat furt a, akkor már nem motorháztető volt, hanem az első fedélen, és úgy tudta ezt följebb vinni, hogy ez a középső csavar kilógott, de verseny célra ennek semmi baja. Tehát ez lenne az igazi precíz megoldás, amikor úgy ültetett meg az autót, hogy ezt a részt változatlanul hagyod, és a bekötési pontot viszed följebb, sokkal jobb eredményt lehet elérni. Nagyon kevés ilyen szett van, ami elérhető. Ennek az egyik alternatívája, amikor a rugótányért viszik egy kicsit lejjebb. Nem 100%-os megoldás, de legalábbis a rugómenetek nem fognak összeérni. Ettől a lengéscsillapító még ugyanolyan közel kerülhet, de itt azt a néhány pár milliméteres emelést sok esetben még meg lehet tenni. Mind a konstrukciója változtatja, de nem a rugó elvágás az ültetésnek a legjobb módszere. És akkor itt meg az előző adásban ugye nem érintettük, de szerintem fontos benne beszélni arról, hogyha egy robot rövidebbre vágsz, az értelemszerűen kevesebb a menete, ennél fogva keményebb is lesz. Viszont ezeknek a gátlóknak a csillapítása, tehát a kifele mozgáshoz tartozó csillapítása, az meglehetősen adott. Tehát ezzel is tulajdonképpen kárt teszel, nem előnyös, de ezt inkább felhívják. Így igaz, tehát az összhang azonnal megbomlik, tehát azt, amit beállítottak neked a japánok, mondjuk ennél a Suzuki-nál, a lengéscsillapító és a rugó karakterisztika az összhangban van, az bizony azzal megbomlik, hogy egy rövidebb rugóban az merevebb lesz, ha levágsz egy 8 menetesből 7 menetet, ugye az 25%-nyi merevség növekedés van, és a lengéscsillapítót, ha nem változott, mondjuk nem egy állítható, nincs hozzáigazítva, akkor bizony azt jelenti, hogy alul csillapított lesz az egész rendszer, magyarul így fog járni a kerék, ahogy Antti is mutatja. Itt szeretnék még egy olyan dolgot megmutatni, amit biztos mindenki látott már, csak nem figyelte meg annyira, hogyha ezt az alsó gömbcsúlót, talpas, vagy bármilyen is nevezhetjük, összekötjük a felső részen, akkor nagyjából látjuk, hogy ebben a vonalban működik az erő. Ugye itt van egy erőbevezetés, ez a elméleti középvonal. És ha most megnézitek a rugótányért, akkor láthatjátok, hogy ez a rugótányért bizony hosszú évtizedek óta már nem középen van, hanem szépen eltolták abban az irányba, ahonnan az erőt kapja, tehát a rugó elmozdulása az mindig az erő irányával volt. Tehát itt van egy kis eltolás, és ezáltal ez mindig kiebb van. Persze, az azért is van, hogy a felé
és a gumi egység kényelmesen elférjen a gólyalábnál, mert azért itt lecsökken a távolság. Ha ez abban az egyenesben lenne, akkor nehéz lenne jó futóművet csinálni. Ez a kettős oka, de ezzel már az is vele jár, és bizony azt most már láthatjuk is, hogy ez a lengés csillapító, azt fog meg erősen, és elkezdtem forgatni, de nem a lengés csillapító szár az elkormányzási tengely, hanem egy maga érdekes pályát ír le, és amikor berúgózik, akkor is itt van egy óriási nagy hajlító nyomaték, tehát itt óriási nagy termelésnek van kitéve a lengés csillapító tengelye, a szára. Na és itt jön az, amikor meg tudtok venni bizonyos helyeken vastagabb szárú lengés csillapítót, meg tudtok venni úgynevezett inverted strut, tehát egy fordított lengés csillapítót, ahol itt van egy külső szár, amit megvezeti a kereket, mondjuk egy sokkal nagyobb rész, ami kopás szempontjából is jobb, és egyébként nyilván a hajlításra, a szilárdságilag is sokkal jobb. Hát ezek már egy más árkategória, de mindenképp javít rajta. Érdemes azt itt most megnézni, mennyi lehet 15-20 mm átmérő? Körülbelül, 16. Hamarosan érkezik egy videó a Check Engine, amiben kipróbáltunk egy Audi Sport Quattro-t, a sima Janinak az autóját, amiben most épült be egy 3 utas hidrobamszopos futóműszer, azon 55 mm az átmérő, a tolószárnak az átmérője, és az az indoklás, hogy erre azért van szükség, hogy amikor rallycrossban 4 autó rátámaszt az ötödikre, akkor meg kell tartani azt az ellenerőt. Tényleg ott majd, hogy nem vastagabb a tolószár, mint itt a komplet gátló patron. Így van, hát az igénybevétel is nagyon másképp alakul. Jól látszik ezen a modellen, erre még érdemes kitérni, hogy ezen a megoldáson, ami egy viszonylag praktikus megoldás, a lengéscsillapító és a csonkálvány, az külön egységet képez, ezzel a két csavarral van rögzítve. Ha ezt a két csavart ebből jellemzően a felsőt állíthatóvá tesszük, vagy kisebb csavarral, vagy valamilyen profilos csavarral, akkor lehet a kerékdőlést állítani. Erre azért is lehet szükség, mert amikor például megültetünk egy autót, akkor a kerékdőlés az változik. Próbáltam itt egy kis egyszerű ábrát felrajzolni, amiben itt jobb, a vízszintes tengelyen a kerékdőlés, pozitív és negatív kerékdőlés szerepel, és a függőleges tengelyen pedig a berugózás. Itt van a normál pont, amikor áll az autó saját kerekein, itt amikor kirugózik, jellemzően a kirugózáskor átmegy a kerék pozitív dőlésbe, és amikor berugózik, akkor meg jellemzően átmegy negatív kerék dőlésbe. Ezt nagyon sok mindennel lehet befolyásolni, de egy jellemző görbét ide rajzoltam. Amikor megültetünk egy autót, akkor azt történik, hogy ezt a vonalat ide följebb toljuk. És mindjárt eljutottunk oda, hogy ebben a vonalban már eleve lesz egy nagyobb negatív kerékdőlés, de a változás az nagyon kicsi. Tehát a további berúgózásra nem jön velő további negatív kerékdőlés. Ez is rossz abból a szempontból, hogy az egész futómű karakterisztikája nem így terveződött, mert nem egy megoldás van arra, hogy ezeket a karakterisztikákat így toljuk el, vagy még progresszívebbre, tehát berúgózáskor sokkal jobban dőlő kerékgeometriát érjünk el. Tehát egy egyszerű rugó elvágásos, vagy a rövidebb rugós ültetésnél általában azzal szembesülünk, hogy a kerékdőlés ugyan negatív, vagy negatívabb, de sajnos a további mértéke az nem elegendő, és kell adni még egy ilyen beállító elemmel például negatív kerékdőlést. Annyi érték, annyi szempont, annyi megoldás merült föl már egy ilyen szögegyszerű futóművér is, hogy felmerül a kérdés, hogy így 2024-re az autóipar kitermelte a jó futóművet, vagy pedig még mindig van egy út, amit érdemes bejárni, és még a villanykorszakban, amikor már minden villanyautó lesz, akkor is lesz még előrelépés a futóműben. Hogy látod ezt most, hogy ez így készen van, vagy még léteznek olyan műszaki megoldások, amivel javítani lehet rajta? Voltak jó érzékű emberek, tehát a tutit már azt megtalálták, anélkül, hogy szárnyítógépes animációkkal ezt kitalálták, de manapság azért a fogtechnika a legfontosabb az autógyártásban, minél olcsóbb legyen. És azt hiszem, hogy ennek a konstrukciónak a további faragása,
még inkább egy darabból, még egyszerűbben csináljuk meg. Ne két lemez, hanem egy lemez. Ezek az irányok. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűség szempontjából ez már megvan, aki akkor igényesen futóművet jobb dőlésre. Meg hát ezek az autók manapság már több száz kilovattosak, tehát nagyon erősek, akár elektromos, akár a korszerű benzinesek, nagyon erősek, és oda kell egy sokkal jobb futómű. Tehát pusztán pénz kérdés. Sokat segített ebben a számítógépes szimuláció, de szerintem ma már ott vagyunk, hogy ez jól működik. Fordítsunk egyet még rajta. Lehet olyat látni, meg hallani, hogy valaki vesz eltolt szilentet. Te vettél már? Az el van rontva, azért eltolt, ugye? Az én autómnak rendes futóművalában nem kell. Aha, értem. Oké. Okay. Te gyermek excentes az egész. A Primusra gondolsz, ugye? Hát mi másra? Van egy olyan kifejezés, hogy eltolt szilent, hogy a szilent az egy gumibabot jelent, ami az összes rezgést, vagy a rezgések egy részét megpróbálja elvinni, külső fém, belső fém, és közte egy gumi különböző keménységgel. Nagyon sok esetben azt csinálják, hogy ez az eltolt szilent arra jó, hogy az futóműnek ezt a pontját ezen a mozgás téren belül beljebb kijjebb eltolja. Ha ez megtörtént, ez ugyanott marad, akkor az történik, hogy a futómű vagy így változik, most ez ugye nem mozdul. Nagyon sok ilyen játszó autóknál, tehát ilyen BMW-s megoldásoknál igazi domin vagy LEGO, össze lehet legózni az alkatrészeket. Az egy nagyon jó megoldás, amikor ezt az eltolt szilentet úgy alkalmazzák, hogy nem a közepén van ez az egész, hanem megpróbálják azt elérni, hogy ez a lengőkart bekerül az autó külső része felé, tehát előbbre tolják, és amit az előbb beszéltünk, hogy az utánfutás az megnövekszik. Ha megnövekszik az utánfutás, ezt a példát nézve így forgatom egy kicsit, a teteje maradna, de az alja lenne előre, akkor azt érjük el, hogy amikor elkormányozod a kereket, akkor a kerék sokkal jobban bedől. Biztos láttatok már ilyen közepes korú Mercedeseket, vagy ma is a drágább Mercedesek között olyan futómű konstrukció van, hogy azt hiszed, hogy ott már valami eltört, mert úgy áll a kerék, kanyar belső is saját maga alá hajlik. Ez azért jó, mert kapunk egy jókora negatív kerékdőlést, de nem ez ilyenkor fontos parkoláskor, hanem az autó a kanyarban az erő hatására megbillen ez az állvány, akkor az állvány karosszéria, és ahhoz képest kell mindent nézni, hogy akkor érjen le a talajra a gumi teljes szélességével. Tehát ha megdőlt egy nagyon a kerék, és a karosszéria billen vele, akkor pont elérjük azt az állapotot, hogy a gumi teljes szélességével leér a talajra. Ezért kell egyenes menetben, vagy elkormányzáskor jó nagy negatív kerékdőlést elérnünk, mert billen a karosszéria vele együtt a futómű, és akkor fog a gumi leérni. Tehát egy eltolt szilent, amit hallhattatok ilyen kifejezést, az pontosan ezt tudja elérni, hogy előbbre tolja ennek a pontját, nagyobb utánfutást, nagyobb csapátradőlést hoz, mind a kettő, és ezáltal sokkal jobban fordulhat az autó, nyilván akkor, ha megfelelő jó gumit is tudunk hozzá alkalmazni, mert a gyári gumihoz a gyári beállítás az hiszen a legjobb. Mielőtt eltérsz a gumira, ami egy nagyon fontos szempont, sőt a legfontosabb, előtte, ha már itt beszéltél az eltolt szilentről, mondasz két szót, az állítható torony csak ágyról? Mert ugyanúgy beletűszünk, hogy a geometriába, sőt, még talán nagyobb mértékben. Így van, mert nagyon sok esetben ez már nem így néz ki, hanem mint ez a kettő, vagy mint az első, olyan megoldással van bekötve, vagy általában egy függőleges tengely körül, egy jó nagy hatalmas gumi, hogy minden rezgést elnyeljen. Ha onnan már erre nincs lehetőség, akkor fülbe azt szokták csinálni, én nem még soha, én csak gyári autóval járok, úgy mint Antti, hogy ezt a felső bekötési pontot, ami a lengéscsillapító forgáspontja, ezt megpróbáljuk különböző irányba elvinni. Ha ezt Antti felé visszük, akkor egyrészt nyerünk csapterpesztést, nyerünk kerékdőlést, ezáltal egyenes menetben másképp néz ki az autó, de kanyarban is javul. Ha viszont ezt hátrafelé hozzuk, akkor azt érjük el, hogy nagyobb lesz megint a csaphátradőlés és az utánfutás, ezzel nyerhetünk megint kanyarban, elkormányzáskor újabb kis szabadást. De emellett ki tudjuk azt is
egyensúlyozni, vagy összehangolni a két oldalt, ami a gyártási pontatlanságokból adódó tűrés. Tehát ezzel egy állítható toronycsapágyat a két oldalt pontosan egyformára tudjuk állítani, még ha a karosszéria gyári is, ott is lehetnek eltérések, ha meg már sérült, meg 20-30 évet már kapott a sorstól, akkor aztán főleg. De akkor eljutottunk a gumihoz, mert szerintem ez a legfontosabb, amit a futómű állításnál, vagy az egész futóműnél tudni kell. Mégpedig ez egy nyomásmérő. Anélkül, hogy helyes nyomásokat alkalmaznánk a kerekeknél, futómű állításra sem érdemes elmenni, nemhogy a futóművet tudik volni. Tehát először is induljunk ki egy gyári keréknyomás értékből, a gyári gumiabroncshoz, aztán ahhoz persze tudunk egy kicsit állítani, variálni tengelyektől, gumitól függően, mert ne felejtsük el azt, hogy van egy gyári kerék méretünk, gyári gumival, gyári kerék felnig méret és gyári gumiméret, hogyha elkezdünk 1-2-3-4 szolt növelni a felnivel, azonos külső átmérőnél egyre kisebb lesz a gumi, egyre merevebb lesz. Tehát amit kapunk az úttól, sokkal több jut át a futóműre és a felfüggesztésre, mert a gumi nem nyeli el, az nagyon rugalmas, volt a gyári megoldás, és egyre inkább mindent a rugó lengés csillapító egységnek kell elvenni, ez pedig azt jelenti, hogy nekünk kell azt kitalálni, hogy körülbelül milyen nyomás az, ami a megváltozott kerékfelni gumi méret esetén a jó méret. Induljunk el a gyáriból, és mindig mérjünk. Aki teheti, az egyszerű infrás hőmérővel mérje meg a gumi külső részét, belső részét, közepét, hogy milyen a hőmérséklet elosztás. Egyszerű, tényleg pár ezer forintért lehet venni ilyen hőmérőt, vagy infrakamera is, néhány telefonban van, és ebben már el tud indulni az ember, ha a külseje meleg, akkor még kell neki adni egy kicsi dőlést, mert ezek szerint jobban leér a külső rész, a belső pedig nincs kihasználva, és a cél az, hogy azt a kis gumit megpróbáljuk teljes mértékben kihasználni. Tehát a keréknyomás akár a futóműállításnál, akár a tuningolásnál, tehát a kicsit a teljesítményhajszolásnál, vagy a jókörítőnél alapvető fontosságú. Én most akkor itt megfogom ezt a mikrofont, hogy tudj játszani a Lada futóművel. Mert hogy azt is hoztunk, ugye magyar népélek eztelen a két legközelebb álló autó, Suzuki, Zsiguli. Így van, ez a Zsiguli, ez annyira régi, meg egyszerű, de annyira megmutatja, hogy körülbelül hogy is néz ki egy kettős keresztlengőkaros futómű. Van egy ilyen alaplengőkarunk, ez az alsó lengőkar. Az alsó lengőkar egy kicsit masszívabb, arra támaszkodik a rugó, legtöbb esetben így van, ahol nincs kormányzott első kerék, csak, vagy nincs hajtott első kerék, csak kormányzott. Erre kapcsolódik egy tengelycsónk, amire majd megy a kerék, csak már a többi fény. És van hozzá egy rövidebb felső lengőkar. Hogy miért rövidebb a felső lengőkar, vagyis miért hosszabb az alsó lengőkar, azt én föl is dobom egy kérdésre, hogy erről tudjunk beszélni, van valakinek ötlete? Neki van. Mikrofont. Így. Egy vezetéknél mikrofon csodált tenni. Hát alapvetően arra gondolnék, hogy mivel a felső lengőkar rövidebb, így magával hozza a kerékgyűlést valamilyen szinten. Már adom is. Pontosan erről van szó, szép volt. Így van. Azt mondta nekünk, hogy amikor ez a felső, rövidebb lengőkar elkezd berugózni, akkor ha ez 10 cm megy fölfelé, akkor sokkal többet húzza be a kerék tetején, míg a hosszabb lengőkar az kevésbé húzza be a kerék alját, ezáltal pontosan is nyerünk keréktörést. Ez a cél. Ezért rövidebb a felső lengőkar, és a nagyobb dofi autóknál még hosszabb az alsó lengőkar, tehát az arány az sokkal inkább eltér. Mindig van korlát, elfér-e a motor, elfér-e a nem tudom én bármi a karosszériában, mert azért inkább az utasoknak kéne a hely, meg a csomagnak, nem a futóműnek. Tehát ezeknek a lengőkaroknak ez az egyik lényege, egy tengely körül fordul, és a rövid lengőkar behúzza a tetejét, kapsz egy jó kis negatív tőlést. Ez tulajdonképpen a drága, helyigényes, tényigényes megoldás, hogyha az autófutás kultúrája vagy kanyarsebessége számít. Van ennél jó megoldása az autóiparnak erre?
ez egy olyan 60 éves, 70 éves megoldás. Ennél van, nyilván a többlengőkaros futóművekkel sokkal jobb futómű paramétereket lehet elérni. Magyarul sokkal jobban lehet hozzáigazítani ahhoz, hogy bedőléskor próbálja megtartani a talajmerőleges állapotot, ne kormányozza el a kereket, mert még egy nagyon fontos szempont az is, hogy amikor egy futómű begúzik, akár ez, akkor közben a széttartás és az összetartás is változik. Hiszen, ahogy beszéltük, ez a lengőkar is egy körív mentén mozdul, mindegyik lengőkar, hiszen annak van egy tengelye, és közben van itt egy összekötőnk, itt van ez a kis Suzuki összekötő, amiben, ami szintén a berúgózáskor, itt van egy pontosan összekötő a kormányműből kijövő rúd, ami szintén egy körív mentén próbál elmozdulni, és ha az a kettő ív nem egyezik meg, akkor egyszerűen azt történik, hogy berúgózáskor ad egy pici összetartást, vagy széttartást a kerekeknek, mind a kettőnek. Hát azt nem kell elmondani, hogy fékezéskor ez milyen előttelen, hiszen berúgózik a kerék, hiszen erőt kap az első, berúgózik a kerék, és mondjuk elmegy széttartásba a futóműhöz, akkor megint azt érezzük, hogy olyan bizonytalan, nem jól megy az autó, nem tudom irányítani, mert a közben még kanyarodnék is, akkor az egyik oldal jobban civálja, mint a másik. Szóval ebben gyönyörű sok szépség van, és ez a pozíció, amit itt látok, korszerű autókon már nem itt van, hanem nagyjából a lengőkasjában, és nagyon régi autóknál megint fönt volt, talán emlékeztek még olyanokra, amit néztünk az F-Astrában is, hogy még ezen a felső ponton van, az még egy fokkal rosszabb, de hát annak akkor is konstrukciós okai voltak, ott a váltó fölött volt a kormánymű, itt pedig a váltó alatt helyezték el a kormányművet. Tehát aki nagyon-nagyon igényes ebben a futómű átalakításban, az meg a kormányművet sem helyezi. Hát igen, ez már nem az a szint, amit otthon mindenki meg tud barkácsolni, de valóban ezzel az ültetéssel, az ilyen megoldásokkal célszerű a kormánymű pontját is mozdítani. Van, amikor annyi is elég, hogy ezt a gömbcsuklót fölülről alulra áthelyezzük. Ugye ez egy kúpos csatlakozással van, de azt a kúpot át lehet fúrni, azt a irányítókat le lehet vágni, át lehet hegeszteni, és akkor ez a gömbcsukló már mindjárt lejjebb kerül, és nem lesz egy olyan nagy bump steer, ahogy nevezzük, tehát az ültetésre, ennek az összekötő karok, nem csak a lengőkar is elkezd fölfelé menni, hanem az összekötő is. Sokkal nagyobbat húz majd össze a keréken, ha például ezt megfordítjuk, ahol meg lehet, akkor gyakorlatilag ezt a hatást elveszítjük, hiszen visszintesben lesz az összekötő, és egy plusz-minusz tartományban a nullához képest mozog, nem pedig már mondjuk minútból még húznál befelé folyamatosan a kereket, tehát kormányozná a kereket. Nem kell feltétlenül úgy háztáji faragásra gondolni, ezt olykor nagy mainstream autógyártók is hajlamosan belézni. Ugye az új Toyota Supra az egy elég komolyan áthangolt Z4-es VNB. És ott olyan hangolási hiba történt a hátsó futóműnél, olyan bump steer-je volt az autónak, tehát ilyen begúzásos elkormányzás, hogy például a Nordschleife-ről egy időben kitiltották, mert a nagyobb szintkülönbségeken, a nagyobb berugózásoknál olyan széttartást adott a hátsó futóműnek, hogy az autó berugózásra teljesen váratlan irányokba indult el. Ezt aztán két ilyen nagyjából 10 mm-es hézagoló beépítésével kellett korrigálni a Toyotának. Tehát, hogy nem csak a háztáji barkácsolók tudnak tévedni. Mert csak 10 mm-rel is azt el lehet rontani valóban, tehát ezt nagyon jól kell megcsinálni ahhoz, hát kipróbálni ahhoz, hogy jól működjön. De szélesítsünk még futóművel szerintem. Itt már elkezdtünk beszélni a szélesítésről, hogy milyen hatásai vannak. Itt egy pár szót lenne érdemes mondani, kettős keresztlengőkat. Nagyon sok helyen van ilyen, ugye a régi Touring Honda-kor is van kettős keresztlengőkat, nagyon sok autóban, és itt is van. Hogyan lenne érdemes szélesíteni egy autót? Hát itt is alkalmazhatnánk azt, hogy fölrakunk itt egy 40-50 mm pogácsát, sokkal kijebb lesz a kerék. Ezáltal itt jó erős terhelést fejtünk ki, tehát könnyebben eltörhet egy tengelycsomó. Az egész kerék próbálná ugyanúgy cibálni a kezünkből a kormányt, hiszen megint csak nagy erők vannak, és sokkal jobban kopna akár a kormányra, akár az összekötő. Ezzel szemben egy ilyen kettős keresztlengőkaros autónál sokkal egyszerűbb megoldani,
ha a lengőkarokba toldunk bele, tehát elvágjuk is ezt az egészet a rugókon túl, egy plusz távolsággal, sok-sok milliméterrel, majd persze az összekötőt is, szélesebbé tesszük. Neked viszonylag nagy tapasztalatod van vadával, zsigulival. Ezeknél a lengőkar szélesítést azt valamilyen más autóból emelték át, vagy egyszerűen már megvolt a bejáratott módszer a vágásra, toldásra? Ez saját kísérletezés volt mindenkinek, aki ebben gondolkozott. Én is nagyon régen láttam, vagy hallottam erről először, hogy ezt miért így oldják meg, és teljesen logikus, ha kellett volna szélesítenem, akkor én is azt a megoldást választanám, és nem bonyolult. Tehát manapság egy ilyen egyszerű lengőkart megtoldani gyerekjáték, emellett biztonságos is megfelelő módon elkészítve, és a kívánt hatást éri el. Tehát nem az, hogy ezt itt jobban hajlítgatjuk ezt a tengelycsonkot, hanem pontosan azt éri el, hogy megvan a megfelelő nyomtávú, szélesebb lett az autó, de nem növekedett a terhelés azokon a kritikus elemeken, amiken sajnos az egyszerű házi módszerekkel akár fokozott kopások elő, törések is előfordulhatnak. Mindent meg lehet jól, meg rosszul is csinálni. Ha szélesíted az autó esztétika, az nem kérdés, hogy az valószínűleg szebb lesz. Én még folytatnám, mert ezt megemlíteném nektek, ezt a tengelycsónkot még továbbra is, hogy megint csak a Turing világban mindenhol az a menő, meg az a jó, hogy valaminek van valami neve, és ilyen-olyan motor, ilyen-olyan váltó, mindennek van nagyon jól hangzó neve. Elterjedt dolog, hogy mondjuk Ladába tesznek Mitsubishi hidat, ilyen-olyan motorokat, mindennek van egy brendje, és elterjedt az, hogy a Ladáknál nagy polszki tengelycsónkot alkalmaznak. Ez mondjuk egy Lada tengelycsónk, és az egy orosz örökség, a 124-es fiatból, a nagy polszki meg a 125-ös fiatnak a lengyel gyártása. Az érdemi különbség abban, azon kívül, hogy egy picit eltér a geometriája, mármint a szöge, tehát a csatterpesztése, az az érdemi különbség, hogy ez a tengelycsonk a két befogatáshoz képest néhány milliméterrel magasabban helyezkedik el. Ha ez magasabban helyezkedik el, akkor az azt jelenti, hogy ugyanannyival az autót ültettük, anélkül, hogy a rugóhoz nyújtunk volna, csak ezt itt áthelyeztük 20-30 mm-rel magasabbra, ezáltal az autó 20-30 méterrel lejjebb került, csak előnyös hatása van. Amiért ezt csinálták a szovjetek annak idején, az természetesen az, hogy a szabad magasságot növeljék, tehát a két akta is elférjen a kocsi alatt, meg tudja menni a Taycan, vagy a Tundrán, inkább a Tundrán. Ugye amikor elkezdték fejleszteni a Ladát, akkor a Szovjetunió területének a nagyobbik része még burkolatlanokkal rendelkezett, és ezt bele kellett számítani, de nem kell ilyen messzire menni, ugye az F-kaszkának a legendás VHS kazettáján is ez volt az állítás a Hidakos bácsi hangján, hogy az F-kaszka fejlesztésénél még számoltak az Európa egyes részei jelenlévő rosszabb minőségű utakkal, aztán eltelt 35 év, és a rosszabb minőségű utak maradtak, megmondjuk az F-kaszkára is. Meg az F-kaszkára is maradt, így van. Lehet így bennünk cserélni a hátcsurkót, nem kicsit, tehát azért sokszor szokott az tökre menni. Szóval ez például egy olyan megoldás, ami szintén jó, van, aki megteheti, vagy néhány modellhez lehet kapni olyan tengelycsonkot, ami szerelhető, tehát egy furattal, egy acél darabbal odahelyezik a tengelycsonkot, ahova jó esik, és tökéletes geometriákat lehet elérni. Nézik már az órát, akkor hagyunk elég időt a kérdésekre szerintem. Nagyjából ezeket szerettem volna mondani. Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen tömegben végigültétek ezt az előadást, nagyon jól esik, hogy ennyire figyeltetek meg. Ha bárkiben maradt kérdés, felvetés, szorít, tapasztalat, akármi, akkor most egész nyugodtan elővezetheti, és igyekszünk rá válaszolni, pontosabban inkább például.